A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlevő gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is örökkön örökké. Amen. Álljunk kegyelmes Urunk színe elé közös énekléssel, buzítsuk egymást és mindazokat is, akik televíziós közvetítésben vannak most együtt velünk, a 66. Zsoltár 4. versével. Áldjátok a mi Istenünket a földön minden emberek. Helyünket elfoglalva folytassuk adventi Isten tiszteletünket a 367-es dicséretünk első két versével. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk, mennyből leszállás, együtt leszünk. Erről szól az adventi várakozás, erre irányul. Tanítson bennünket énekünk az adventi lelkületre, és irányítsa figyelmünket a mai igére is, amivel foglalkozhatunk. Énekünkkel kísérjük át a gyermekeket, Karola nénivel gyermekisten tiszteletre, kívánva, hogy Isten lelke és áldása kísérje őket is, miközben itt van velünk is. A 367-es dicséretünk első két versét énekeljük. Thank you.
A mi segítségünk, adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Vezesse és kíséri az ő szent lelke a mi lelkünket ma is. Ámen. Kedves testvéreim az Úrban, Istenünk igét, amely az ő kegyelméből ma is megszólalhat közöttünk, a református bibliaolvasó kalauz által kiemelten ajánlott könyvből, Pál Timóteushoz írt második leveléből olvasom egy-egy szakaszt a második, majd a már ajánlott negyedik fejezet elejéről. Hallgassuk úgy ezt az üzenetet, mint ami Isten bennünket is megszólítani kész szava. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenved el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Ámen. Istenünk, aki igéje szerint is közeledik, és már most is közel van hozzánk, tegye áldottá az ő igét a mi szívünkben, szent lelke jelenlétében, hogy az a vele való kapcsolatban erősítsen bennünket, és készítsen az ő visszajövetelére. Jöjjetek, közösségben is kérjük az ő jelenlétét, segítségét, hajtsuk meg fejünket imádságra. Mindenható Istenünk, örökké való édesatyánk Jézus Krisztusban, magasztalunk, amiért gyermekeidként fordulhatunk hozzád, és dicsőítünk, amiért most is hozzád fordulhatunk, és előtted állhatunk meg meghajtott fejjel. Hálásan, amiért szereteteddel kísértél, és sok ajándékkal halmoztál el az elmúlt időszakban is, és pironkodva, amiért sok ajándékod mellett úgy mentünk el, vagy akár úgy vettük azt magunkhoz, hogy meg sem köszöntük. Szeretnénk most együtt is megköszönni mindazt a jót, vagy legalább valamit abból, amit adtál nekünk, Istenünk, és amit adsz. Megköszönni neked azt, hogy nem csak az adventi koszorún gyulladhat meg egyre több világosság, sőt, nem is csak a külvilágban, a természeten keresztül veszel körül minket ragyogással, hanem kész vagy a magad lényegét találkoztatni velünk és gazdagítani minket. Köszönjük neked a mögöttünk levő hetet, abba rejtett atyai gondoskodásodat, abba csomagolt atyai szeretetedet. Köszönjük neked a kegyelmet, amiből adtál nekünk hitet, sok küzdelmünk és harcunk között nemesítő útmutatást, futásunkhoz erőt.
magasztalunk, amiért nem csak Pál apostol lehetett a te gyermeket, hanem mi is. És köszönjük, hogy adtál találkozásokat te magaddal és egymással. Hálás szívvel gondolhatunk vissza arra, hogy eszközöttként is kész vagy használni gyülekezetünket. Támogathattuk a Roma missziót a kárpátaljai Szernyén. Együtt lehettünk idős testvéreinkkel, szeretett közösségben ünnepelhettünk adventet. És hálás szívvel készülhetünk arra, hogy együtt ünnepeljünk a kicsinyeinkkel is. A nagytól a kicsiig, az időstől a magzatig mindnyájunkra gondot viselsz, Atyánk, tenyereden tartasz. Könyörögve kérünk, Urunk, vedd is most kezedbe a mi szívünket, formált lelkünket, életünket, gondolkodásunkat, igéddel és szent lelkeddel. Cseleket kérünk, hogy most egyikünk se legyen, aki csak hallgatja az igét, hanem hadd legyünk mindannyian megtartói is annak, hogy megtarthasson minket a te igéd és szavad. Áraszt ki ránk szent lelkedet, szenteld meg együttlétünket, adventünket, életünket Krisztusért. Amen. Énekeljük az ige meghallására készítő imádságként, ez is egy közös imádság lesz, a 367. dicséretünk 4. versét. Ó, kérünk Jézus, jó Urunk, te szabd meg életünk utunk. Szeretett testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet, Istennek igéje, amellyel megszólított engem, és amely nyomán most az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném tolmácsolni felétek is. Írva van a református bibliaolvasó kalauz által mára kiemelten ajánlott bibliai könyvben, Pál Timóteushoz írt 2. levele 4. részében, a 7. és 8. versben így. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Ámen. Kedves testvérek, nagyon gazdag üzenete, sőt, üzenetrendszere van a mára kiemelt igeszakaszunknak, hiszen az apostol figyelemre méltóan tanulságos dolgokat oszt meg velünk. Beszél egyrészt önmagáról is, mégpedig a sokat tapasztalt ember tudásával beszél, és a halálra készülő ember őszinteségével. Mindezt teszi úgy, hogy a hívő ember szabadsága sugárzik át ezen, még a legkényesebb témákat is, még a halál témáját is szabadon tudja kezelni Krisztusra tekintve, és így adja elénk, hogy mit tart fontosnak, mi ad neki kapaszkodót, és hogyan készülhet az élet végére. Közben persze úgy beszél, hogy nem tapad le önmagánál, nem csak elsztorizgat, ahogyan sokszor szoktak, hanem mindvégig érezhető, hogy átadni szeretne valamit.
átadni valamit abból a gazdag tapasztalatból, ami Istennek köszönhetően az övé lehet, átadni valami lényegeset Timóteusnak, meg nekünk is. Mindenkinek szeretne átadni valamit, aki várva várja Krisztus visszajövetelét. Akinek megadatott, hogy gyermek vagy fiatal korából emlékezhet rá, hogy milyen az, amikor a nagyszülő szeretettel, óvó, féltéssel próbál átadni valamit, az nagyon meg tudja érteni a Timóteushoz írt leveleket. Szinte aggódó alapossággal próbál valamit átadni Pál apostol Timóteusnak. Minden legjelentéktelenebbnek tűnő mozdulat mögött is ott van ez a jó szándékú szeretet és a gazdag élettapasztalat. Az élet küzdelmeinek sodrásából szól az apostol, az élet küzdelmeiben sodródó fiatal felé szól, és megpróbál kapaszkodót adni neki, és ez nagyon lényeges, megszívlelésre méltó. A mai napon, advent harmadik vasárnapján mégis azt szeretném kiemelni ezen kívül, és szívetekre helyezni igényből, amit a Szentíró az Istenről mond el. Azért is érzem ezt különösen aktuálisnak, mert adventi összefüggésben, Isten közelségében és visszajövetelében gondolkodik az apostol. Észrevehető ez azon is, hogy hogy kezdődik a mai szakaszunk. Hogy is kezdődik a fejezet, szinte egy nyitó-záró jellel, beszélő persze magáról, meg Timóteustról, de a lényeg, amit Istenről mond el, kérve, kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, ez a nyitó zárójel. Isten közeledik, és mivel zárul a mai szakasz, eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Megint az Isten közeledése és megjelenése a lényeg, és szinte bezáródik a zárójel. Tényleg olyan ez, mint egy zárójel a matematikai művelet sorban, és megtanultuk, a fiatalok mai napig tudják, és nem akarlak untatni titeket matematikával, de azért ezt tudjuk, hogy a zárójelbe került matematikai művelet sor mindig különleges figyelmet érdemel. Azt külön is meg kell vizsgálni, mert ez befolyásolja a végeredményt, hogy mi van ott. Az, ami a zárójelben történik, az nagyon fontos a végeredmény szempontjából. Nézzük meg hát közösen, mit mond el igénk a mi Úrunkról ebben az adventi zárójelben, ebben a közeledéses ölelésben. Milyen tényezők adódnak össze, hogy a megvizsgáltak utána meghatározhassák adventi gondolkodásunkat, lelkületünket és annak végeredményét. Három tényező, három üzenet adódik össze ebben a zárójelben, ami itt van, és mindegyiknek a helye is fontos. Mind a három Urunk közelségéről és közeledéséről, adventről szól. Az első tényező és üzenet az, hogy az Úr úgy jön el, mint igaz bíró. Az Isten közeledik, mint igaz bíró. Én azt gondolom, hogy nagyon sokakat újra számolásra, újra tervezésre kellene, hogy késztessen már önmagában ez az egy tényező is, hogy az adventet úgy éljük meg, hogy nem a kis Jézuskát várjuk a jászolba, hanem az igaz bírót várjuk, aki eljön ítélni élőket és holtakat, akinek a kezében van minden hatalom. Mert úgy néz ki, hogy sok helyen kimaradt a számításokból ez a tényező. Sok embertársunk adventi gondolkodásából, adventi számításaiból teljesen hiányzik az, hogy Jézus a hatalmas Úr. Sőt, nem egyszer azt látom, hogy teljesen hiányzik az, hogy az Úr áll a középpontban, adventben, meg karácsonykor, és megpróbál az önmagába pörgő ember, a magába csavarodott ember valami kis szeretetet kifacsarni az életébe, egy kis eszenciát belőle, meg egy kis világosságot az adventbe, miközben pont a lényeg maradt ki belőle. A legnevetségesebb és legveszélyesebb próbálkozás az, amikor az adventből, ami szó szerint azt jelenti, hogy ő jön, ő közeledik, pont ő marad ki. Veszélyes azonban az is, ha valaki nem veszi komolyan, vagy bele sem gondol abba, amit a mai igényből nyilvánvalóan megtanulhatunk, hogy ő, az Úr, mint igaz bíró érkezik, és erre irányul a várakozásunk.
nem gyámoltalan gyermekként közeledik már hozzánk, hanem az ég és föld hatalmas uraként közeledik, aki minden hatalom menjen és földön, és ezt a hatalmát igazságának megfelelően latba is fogja vetni azon a napon, ahogy írja az apostol. Őt várjuk vissza, aki már nem azért jön el láthatóan, hogy magára vegye a világ hidegét a betlehemi jászolistálóban, meg az emberiség bűnének büntetését a keresztfán, ezt már megtette, hála érte Istennek, hála érte neki, és erre építhetünk egészen addig a napig, amíg ő visszajön. Azon a napon azonban már számon kérni és érvényesíteni jön az igazságot. Az eljövendő, akire a helyes adventi várakozás irányul, igaz bíró, aki komoly ítéletre jön, erővel és hatalommal. Ezzel a tényezővel számolva kell újra gombolni a kabátot. Végegyszer végig gondolni az adventet, újra gondolni az életünket is. Számolunk ezzel? Felelősséggel vagyunk? És ez nem riogatás akar lenni, testvérek, főleg így öröm vasárnapon, de amúgy sem sajátunk a riogatás, mert nem erre irányul. Meg nem jelenti ez karácsony megünneplésének az elhalasztását, vagy feladását sem, jelenti azonban az ünneplésünk elmélyítését mindenképpen. Annak tudatosítását, hogy aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától és szenvedett, eljön ítélni is élőket és holtakat. Hogy úgy tudjunk gondolkodni adventben, meg karácsonyban is, hogy Krisztus teljes váltságművében gondolkodunk. És nem kényszerítjük őt egyszerűen évről évre újra jászolba. Készülhetünk úgy karácsonyra, hogy tudatosítjuk magunkban hálás gyermeki szívvel, hogy Urunk eleve érkezhetett volna igaz bíróként. Megtehette volna. És akkor jaj lett volna nekünk, meg mindenkinek. És már akkor is igaz bíró volt, de nem ezzel az éllel jött el közénk. Ő betlehemi gyermekecskéként jött, názáretiként tanított, és Krisztusként halt meg és támadott fel, elhordozta a mi büntetésünket, és nekünk ajándékozta a maga igazságát, hogy utána legyen, mit számon kérjen, és megállhassunk az ítéletben. Ezt az ajándékot elfogadva, mert ekkora ajándékot kaptunk tőle, és ez bízta ránk. De most már nem azért jön, hogy újra játssz ezt a kört, most már számon kérni jön, hogy mihez kezdünk az ő ajándékával. Egyáltalán elfogadtuk-e, vagy elszaladtunk mellette, hiába ajánlotta fel? És ha elfogadtuk, akkor hagytuk megnőni, kibontakozni magunkban, mint ahogyan hagyjuk nőni a gyümölcsöket a fán, vagy újra meg újra visszametszettük és jászolba kényszerítettük. Most már ítélni érkezik a mi Urunk igaz bíróként, aki igazán lát mindent, jön úgy rendezni a világ kuszaságát, a háborgó peres viszonyokat, hogy az igazság győzedelmeskedjen. Az igazság, nem csak a jog. Az Úr úgy jön el, mint igaz bíró, és ez az első tényező az adventi zárójelben, az adventi matematikai műveletek sorában, amivel jó számolnunk, mert más végeredményre jutunk. Komolyabban vesszük az életünket, miután komolyan vesszük őt. A második tényező az, hogy az Úr eljövetelének napjáig is segítséget nyújt nekünk az igaz bíró. Ez nagyon furcsa dolog. A bírói gyakorlattól talán idegen is, mert akkor azt mondják, részrehajló a bíró, hogyha segítséget ad az igaz bíró. Hadd mondjam így, nem csak a tárgyaló teremben kész foglalkozni velünk, találkozni velünk az igaz bíró, hanem addig is adni készen közeledik hozzánk, készít minket a tárgyalásra. Börtönlelkészként többször lehetek tanulja annak, hogy hogyan gyötrődik a lelkében egy-egy ember, miközben ott van előzetes letartóztatásban és vár az ítéletre. Már tudja, hogy lesz ítélethirdetés, ez nem kérdés. Amiatt van ott. És a nemesebb lelkűeket nem csak ez a tudat gyötri, hogy itt el fog jönni az ítélet, mert jó ezt komolyan venni, hanem nem egyszer a bűntudat is gyötri. És ennek összhatása nem egyszer olyan példás magatartásban mutatkozik, olyan nemes lelkűségben, ami a kintlevőket is meg tudja szégyeníteni.
olyan magatartásra sarkalja ez az összefüggés az embert, a nemesebb lelkű embert, hogyha azt a bíró az ítélethozatalkor komolyan tudná venni, ha igazán tudná látni, hogy mi van benne, akkor másképpen sül el az ítélet is. Ha meg tudná ítélni a bíró kívülről nézve, hogy ez most igazi bűnbánat, vagy nem igazi bűnbánat. Hogy ez most egy jó törekvés, vagy nem egy jó törekvés. Kedvezőbb lenne az ítélet mindenképpen, hogyha őszinte ez. De a bíróság ezt nem számítja be, testvérek. Mert a bíróság szűk látókörű. Arra összpontosít, amit ez az ember az életében elrontott. És arról mond el ítéletet. Néha évekkel azután, amit megtett. Visszaköszön minden hibánk, néha évekkel azután, hogy megtettük. Így működik a világ. Mert az igazság látása a rosszra összpontosít, és nem egyszer még ott is téved, ahogy a bíróság, és téved nem egyszer. A mi úrunkra azt olvasok, hogy ő egy igaz bíró, aki viszont nem csak a múltunkat látja, hanem a jelenünket is. És a jelenünkben is kísér bennünket, sőt a jövőnket is látja. És egészen az ítélet hozatalig, ama napig ad esélyt, sőt segítséget a jó irányú változásra. És ezt a teljes valóságot látva számítja be az igazságot. Mert ez is hozzátartozik az igazsághoz. Példaként hadd mondjam, jaj lenne Pál apostolnak, jaj lenne neki, ha csak a múltját látná az Úr, és csak odáig venné figyelembe, hogy találkozott a bíróval. Akkor leesett a nagy rúról, ott a damaszkuszi úton. És hogyha csak addig látná az életét, csak a múltját látná a bíróság, még a földi bíróság, teljes joggal marasztalná el. De ez történik. Miután azt hallja, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nem itt ér véget a történet, hanem ez a nagy és igaz bíró Jézus segítséget ad neki. Olyan impulzusokat ad neki, az őt üldöző Pálnak is olyan impulzusokat ad, ami nyomán változik a kép. Addig változik, hogy a mai igében az élete végén ezt tudja mondani, a nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Esélyt adott neki az Úr a változás. Nem csak egy ítéletet hozott fölötte, hanem készítette az ítéletre. Ő adott neki erőt, erőfeletti erőt kapott Pál apostol. Ha csak azt nézzük, hogy mennyi munkát vitt véghez, mennyi gyötrelemben volt része, de kapott erőt a harchoz, hogy az nemes harc lehessen. Ő adott neki lendületet a futáshoz, körbefutotta az akkori világot. Persze nem csak erről a futásról beszél, de eredményeket látott ott is. Hány ember figyelmét hívta fel az útra, hányakat járt körbe. És ő a nagy bíró adta neki a hitet is, ami csak az ő ajándéka lehet. Érdekes, mire biztatja Timóteust, emiatt olvastam fel a második fejezetből is az elejét, arra, hogy ő is kaphat mindezekből. Ő is kaphat mindezekből, kaphat erőt a kitartó harchoz. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. És jön a biztatás a futásra is, ugyanott. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. És jön a biztatás arra, hogy az Istentől kapott jó, mint a föld termése, amit ezen a környéken is kapunk, megerősítő ajándék legyen. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Nem csak Pál és Timóteus kiváltsága az, hogy igaz bíróként tekinthet Jézusra, ő előtte láthatja az életét, vele számolva számolhatja az életének a végeredményét, hanem az is, hogy az ítéletig vezető úton is segítséget kap tőle. Mindazoké ez a lehetőség, akik várva várják, vagy hogy szó szerint fordítsam a mai igénket, akik szeretve várják. Szeretve várják az ő megjelenését.
mert így a tőle szeretetből kapott segítségbe kapaszkodva, bele szeretettel fogózva, a tőle kapott igazságba burkolózva lehet örömmel élni egészen az ő visszajöveteléig, az advent kiteljesedéséig. És végül a harmadik tényező, ami befolyásolhatja adventi műveleteinket a hétköznapokban is, meg meghatározhatja annak végeredményét, sőt életünk végeredményét is, az, hogy az Úr nem csak igaz ítéletet ad, meg nem is csak annak az esélyét teremti meg, hogy utána jó ítélet legyen, mert beszámolja nem csak a múltat, hanem a jelent, hanem az, hogy ő a jövőt is különleges szeretettel készíti elő, félreteszi az igazság koronáját. A bírói példával élve, ez olyan, hogy elkészíti a legjobb ítéletet. Ott van, és hogyha erről tud egy fogvatartott, és nemes lelkű fogvatartott, annál jobban igyekszik ennek megfelelni. Egy nagyon szép képpel fejezi ki az apostol azt a lényeget, amit az Isten kegyelme jelent. Már használta a katona, a versenyző, meg az eredményesen sáfárkodó gazda példáját önmagára is használta, ugye? Megharcoltam, megfutottam, Timóteusra is használta, meg rajta keresztül ránk is használta, és mindhárom összefüggésben megjelenhet valami, amit itt használ a koszorú. A koszorú, a babér koszorú abban az időszakban. Amit nagy megbecsülésként, méltóság jelzőként adtak át a katonának, a harcosnak, hogyha helyt állt a harcban, babérkoszorút kapott, amikor győztesen tért vissza a csatából, és hozta a győzelem örömhírét, az evangéliumot. Akkor megkapta a katona a babérkoszorút. Az olimpiai bajnok nem olimpiai aranyat kapott, hanem babérkoszorút kapott, ez többet ért ám annál. Nem anyagi értelemben, hanem megbecsülés értelmében. Amikor győzedelmeskedett, akkor ez azt jelentette, hogy nem volt hiába való a készülés, elérte a célját, és ez mások szempontjából is megbecsülhető. És az áldott életű ember az egyszerű gazda, akinek áldott élete volt, a sírjára babérkoszorút kapott. Ami jelezte, hogy tartalma volt az életnek, nem volt hiába való az élete. Mindhárom esetben a megbecsülést, a dicsőséget, a méltóságot jelenítette meg a koszorú a végén, mert az ember nem egyszer csak a végét látja a dolgoknak, és csak a vége felől tudunk már amennyire jó ítéletet, jó következtetést levonni. Amikor benne vagyunk, néha nem látjuk át a valóságot. Visszatekintünk történelmünk eseményeire, aztán látjuk, hogy volt ez ellenforradalom, meg lázadás, meg utána megint forradalom. Már vége van, rége, még mindig nem tudjuk, hogy mi volt 56-ban. Az Úristen pedig az igaz bíró előtte minden nyilvánvaló, ő már látja a végeredményt is, és annyira igaz bíró, hogy nem csak a múltunkat, meg a jelenünket látja, hanem készíti a jövőnket. Az ő benne hívő embernek a jövőjét készíti, előkészítette a koszorút. Ott van, hogy ez átadásra vár. Ez egy hatalmas motiváció egyrészt, ebbe az irányba lehet menni, nem feladni, biztos a vég. Motiváció és biztonságérzés egyszerre. Hát így várhatjuk az ő visszajövetelét. Így küzdhetünk az adventi ölelésben, amiben benne vagyunk egészen az Úr visszajöveteléig. Jó lenne és szabad is ezekkel a tényezőkkel számolni az időszakban. A kis időszakban, a kis adventben, amiben most benne vagyunk, a nagy adventben, amiben várjuk az ő visszajövetelét, és hagyni, hogy ezek eredménye, ezek összeadottsága határozzon meg mindent a matematikai képletünkben, az életünk bonyolult képletében, ebben a zárójelben szereplő dolgok. Ezek úgy határozzák meg, hogy a végeredmény megpecsételődik, eltétetett az igazság koronája, koszorúja, amit az Úr ígér az őt szeretőknek. Az Úr igaz bíróként jön, segít addig is, amíg eljön az ítélet pillanata, és belekapaszkodva tudjuk megkapni az igazság koronáját, ami már most készítve van azoknak, akik szeretve várják, élik az ővele való kapcsolatot.
Ámen. Ráfelelő énekünkkel a 287-es dicséretünk 5. és 6. versét énekelve, válaszoljunk Isten megszólító igéjére és Krisztusba kapaszkodva, kérjük, öregbítsed, neveljed bennünk a hitet és az igaz szeretetet, szent nevedet engedjed, nyilván valhassuk. Jöjjetek, könyörögjünk! Mindenható szerető édesatyánk, dicsőséges Urunk, dicsőítünk téged, amiért a te visszajöveteledet várhatjuk, amiért tudhatjuk, igaz bíró vagy, amiért nem mendemondák után kell futkosnunk, mint akiknek viszket a fülük, valamire vágynak, ahogy az igében is olvastuk, hanem életünk műveletei közepette a te közeledésed, közelséged zárójelében láthatjuk egészen biztosan a tényezőket, a te igaz bíróságodat, a tőled kapott erőt és lehetőséget, az igazság koronáját, amit félreteszel nekünk. Köszönjük, hogy a tőled kapott hittel, erővel és kitartással futhatunk adventi ölelésedben. Köszönjük, hogy szabad mindezekkel a biztos tényezőkkel számolnunk a világ számtalan bizonytalansága közepette rohanó életünkben is. Kérünk és segíts ezzel számolni, a biztossal számolni, rád tekinteni és hagyni magunkat befolyásolni. Köszönjük, hogy mindezt a jót felkínálod nekünk. Amikor pedig ennyi jót kapunk tőled, hadd könyörögjünk azokért is, akik mindezt nélkülözik. Azokért, akik még soha nem hallottak rólad. Azokért, akik már sokszor hallottak, de még mindig nem vették komolyan az evangéliumot, az advent összefüggésében sem. És könyörgünk azokért, akikért szintúgy felvállaltál minden szenvedést, hogy szabadítást kínálj nekik. Könyörgünk az éhezőkért, a gyűlölködőkért, azokért, akik félelmek, fájdalmak között vergődnek. Segíts nekik is észrevenni, hogy te vagy az Úr, neked van hatalmad. Kérünk magunkra tekintve is, hogy légy Úrrá minden negatívumon bennünk. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek a nyomorúságán mi enyhíthettünk volna, és még eddig nem tettük. Indíts minket szent lelkeddel egymás felé is, ahogyan te elindultál mi felénk. Adj nekünk irgalmas szívet, irgalmas szemet, segítségre mindig kész kezeket, és mindeközben megélni azt, hogy a te igazságodba mártózunk bele, nem a sajátunk ez, hanem ajándékba kapjuk.
Engedd, hogy közben egészen tudatos legyen bennünk, hogy mindenünk a tied. És segíts el oda, hogy önmagunkat is egészen neked szenteljük, és te arra használhass minket, amire akarsz. Olyan nagy kiváltság ez, Urunk, hogy a te kezedben lehetünk, a te igéd által az advent zárójelében mehet végbe minden mozzanatunk, a te kezedből várhatjuk az igazság koronáját Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezeti élet hirdetéseit. Megtartó Istenünkre és kegyelmére bízva magunkat nézhetünk vissza a mögénk került hétre, amely során eljuttattuk közösségünk szeretet adományát a kárpátaljai Szernyére, az ottani roma missziót támogatva. Naponta olvashattuk Istenünk igéjét egyéni csendességben is, lehetünk együtt közösségben is ráfigyelve bibliaiskolánkon, és adventi esténk harmadik állomásán, ahol szépkorú, a templomba eljönni már nem tudó testvéreinkkel közösségben, és őket vendégül is látva ünnepelhettük Isten áldását. A gyülekezet tagjainak köszönjük a hozzájáruló segítséget, előkészítés, szállítás, vendéglátás, szeretett vendégség terén is. A feltámadás reménységével megajándékozó Úr adjon vigasztalást a gyülekezeten keresztül, a harang szavával is, amely most közösségünk egykori presbitere Török Antal életére és az Istentől az életén keresztül kapott jóra emlékeztet halálának 29. évfordulóján. Isten vigasztalása és testvéri szeretetünk kíséri a gyászolókat és a szeretteik elvesztésére emlékezőket. A heti ügyeletes presbiteri szolgálatot Kővári László látta el, és adjam a tovább Csillagné Szántó Polixéna presbiternek. Áldott szolgálatot kívánunk. Közeledő és közellevő Úrunk szeretetébe kapaszkodva tekintünk, merünk egyáltalán előbbre tekinteni is. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet az iratterjesztésre a főbejáratnál, ahol kapható a 2020-ra szóló bibliaolvasó kalauz, Calvin kalendárium, fali naptár és Így szól az Úr című füzet is. A Karakter című magazin következő száma is megérkezett, amit átolvasásra hazavihetnek a testvérek, majd itt a cintériumban adunk tovább egymásnak. Nem érkezett viszont meg a postával a Reformátusok lapja, így arra számoljunk, hogy jövő héten tudjuk megnézni azt, ami erre a hétre is volt számva. Bízunk benne, hogy olyan érvényes üzenetek vannak benne, amik nem csak elmúlnak, hanem érvényük megmarad. A bejáratnál, illetve a parókián gyülekezik kedves konfirmandus csapatunk is a következő megbeszélésre előkészítő alkalomra. Holnap délelőtt 9 órától férfi testvérek segítségét kérjük, a csatornákat fogjuk kipucolni mind a templom körüli épületeinknél, mind a gyülekezeti háznál, jelentkezést készfogásnál kérünk és várunk. Kedden 1 órától a Tengelici temetőben kísérhetjük szeretettel utolsó útján dr. Tóth Gyuláné született Dömötör Erzsébet testvérünket, aki 100 évet élt, és lehetünk együtt vigasztaló közösségben emlékező családjával, közöttünk levő gyülekezeti tagjainkkal is. Csütörtökön 15 órától a Bátaszéki temetőben helyezik végső nyugalomra a 82 éves korában elhunyt Májer Istvánné született Somogyi Aranka hamvait. Vegyük körül az ő hozzátartozóit is szeretettel, minden alkalommal, amikor itt vannak közöttünk.
Pénteken 5 órától ez évi utolsó adventi esténkre várjuk a testvéreket a gyülekezeti házban. Témánk még mindig az üdvözlet, már megnéztük ember közötti vonatkozásban, megnéztük, hogyan nyitja meg életfelületét az ember az Isten felé. Legutóbb azt néztük meg, hogyan nyitja meg az életfelületét az Isten az ember felé, a maga szeretetében, és a kiteljesedést fogjuk megnézni, hogy hogyan nyitja meg a teljes életfelületét előttünk Krisztusban. Szombaton 9:30 hozzuk el a férfiakkal a gyülekezeti fenyőfát Borda Gergelytől, akinek ezúton is köszönjük felajánlását. Szeretettel közöljük a karácsonyi időszak gyülekezeti programjait, és ez rajta lesz a Facebook oldalon, de a hirdetőre is kitettük. Jövő vasárnap adventi istentiszteletet ünneplünk még, december 24-én 4 órától pedig családi istentiszteletet itt a templomban, ráadásul a konfirmandusok szolgálatával, amire együtt készülünk és szeretettel várjuk. December 25-én és 26-án urasztali közösséggel koronázott istentiszteleten lehetünk együtt, és reménykedünk abban, hogy legátus is érkezik majd. Majd december 29-én hálaadó istentisztelet keretében tekintünk vissza az óévre, a most már elmúló esztendővel, kivetítéssel egybekötötten. Addig is Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek imádságait, szolgálatát és szeretet adományait, amelyekkel hozzájárultak a gyülekezet életéhez és Isten dicsőítéséhez. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban és szeretetben a gyülekezetet és a gyülekezeti munkát továbbra is. Az Úr pedig legyen a gyülekezet őriző pásztora. Ámen. Áldás vételére a 287-es dicséretünk 7. versével készüljünk. Isten dicsőítés, ez a vers: légyen néked dicséret és nagy tisztesség, ki atyával, szent lélekkel vagy egy istenség. Így tekintünk a mi kegyelmes bírunkra. Ezt követően fogadjuk az igei áldást, majd énekeljük el református hívő népünk himnuszát, fennállva maradva a 90. Zsoltár első versét. Thank you.
Az Úr eltette az igazság koronáját mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Áldás békességet!